Don Juan nevét szinte mindenki ismeri. Évszázadok óta a csábítás megtestesítőjeként tekintenek rá költők, írók, zeneszerzők. A vakmerő és ellenállhatatlan szerelmi kalandor történetét a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház állítja hamarosan színpadra, Horváth Illés rendezésében. Ez a színdarab, ez nagyon nagy múltra tekint vissza, számtalan feldolgozása volt már, tehát hogyha csak a legismertebbekre gondolunk, hogy a Molière-nek a drámája, illetve Mozartnak a Don Giovanni operája, de hát rengeteg feldolgozása van neki mindenféle műfajban, ami arról tesz tanúbizonyságot, hogy olyan kérdéseket feszeget a színdarab, ami az emberiséget minden korszakban és a társadalom minden civilizációs szakaszában érdekesek voltak. Ezek nem csak társadalmi kérdések, hanem egészen metafizikai síkokra is terelődik a téma, tehát itt nagyon nem is az, hogy mit üzen a mának, ez azt jelenti, hogy ennyi feldolgozása van valaminek, hogy minden korszaknak üzen valamit, és minden korszak megkeresi és megtalálja benne a saját olvasatát. Úgyhogy az emberiség és az ember miben létének alapvető kérdéseit feszegeti. A világirodalom emblematikus férfi szerepének eljátszására a rendező Clem Victor színművészt kérte fel, aki még kezdő színészként találkozott Molière legendás alakjával. A Színművészeti Egyetemen kellett foglalkoznunk egy bizonyos kurzuson belül, egyébként párhuzamosan több Molière anyaggal, és akkor kötelezően a Don Juanból is kellett jeleneteket választani. Én akkor Sganarellel is próbálkoztam, aki ugye az állandó társa és fegyverhordozója a Don Juannak, de csináltam Don Juan jelenetet is. Hát az emlékem és az élményem általában véve Molière-rel az, hogy jó, sűrű, nehéz és olyan absztrakciós színházat kíván, ami elgondolkodtatja és próbára teszi a színészeket és a színházcsinálókat. A szerep pedig valahogy a filmes és tévés munkáimon keresztül azt hiszem, hogy szinte kikerülhetetlenül közelített szép lassan az elmúlt évek során felém, mert valamiért ebbe a gazember karakterbe, akit folyamatosan nők vesznek körül, vagy minden megtesz azért, hogy nők vegyék körül, sikerült majd, hogy nem egy picit beleskatujázódni, persze ezt nem hagyom, de kétségtelen, hogy ez a karakter, vagy ez a skatúja, vagy ez a körvonal, ez eléggé így megtalál, és ilyen szempontból nem csodálkoztam, sőt nem, hogy nem csodálkoztam, hanem nagyon is örültem ennek a felkérésnek. Ráadásul egy nagyon-nagyon szimpatikus társulat van, nagyon-nagyon ilyen fiatalos és lendületes hozzáállással dolgoznak a Horváth Illés, aki az előadást is fogja rendezni, és itt a művészeti vezető, úgyhogy kíváncsian várom a munkát. A rendező nem egy adott történelmi korba helyezve képzelte el a színdarabot, és a szövegkönyv is nagyban eltér Molière eredeti művétől. Meglehetősen belenyúltunk Nórával a tartalomba. Hát mit, ha százalékos arányt mondok, szerintem 60% maradt ebből az eredeti Molière, és annak is köszönhetően, amit említettem, hogy nagyon sokféle feldolgozása volt már az irodalom történet során a Don Juannak, ezért volt miből meríteni, volt miből inspirálódni, és saját szövegek is kerültek bele. A Don Juan című színdarabot február 24-én láthatja először a közönség a Móricz Zsigmond Színház nagy színpadán.